Milliárdok a foglalkoztatása. 2,6 milliárd forintos paktum segíti a foglalkoztatási ráta javulását a megyében. Agrár együttműködés. A versenyképesség javítása a megyében működő agrár- és élelmiszergazdaságban és a gyakorlatorientált szakképzés előmozdítása a cél. Reformáció 500. Tudományos emlékülést szerveztek a nyíregyházi református templomban. 2,6 milliárd forintos forrás segíti a foglalkoztatási ráta növelését. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A foglalkoztatási együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elnevezésű paktum célja, hogy visszaszorítsa a munkaerő elvándorlását és tovább növelje a jelenlegi 56,4%-os foglalkoztatási rátát a megyében. Ennek érdekében egy partnerhálózatot építenek ki, amelynek jelenleg 7 helyi tagja van. Az eddigi eredményekről és a foglalkoztatási lehetőségekről tartottak fórumot hétfő délelőtt Nyíregyházán. A foglalkoztatási együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében című projekt Paktum partnerségi ülését tartották hétfőn a megyeházán. A projekt a terület és településfejlesztési operatív program keretében indult 2016. március 31-én a kérelem benyújtásával. A pályázat sikeres volt, jelenleg a negyedik, vagyis a megvalósítási szakasznál tart, amely idén szeptember 1-én indult. A projektnek elsősorban az a feladata, hogy a jelenlegi 56,4%-os foglalkoztatási rátát tovább növelje, valamint hogy megállítsa az elvándorlást akár külföldre, akár belföldre irányul. Jelen pillanatban 27 ezeren keresnek állást egyébként a megyénkben, illetve 30 fő közfoglalkoztatotti létszámról kell számot adni 30 ezer főről. Én úgy gondolom egyébként, hogy ez a szám ez folyamatosan csökkenni fog mind a kettő tekintetben. Álláskereső között egyébként most már szinte a fiatalok, illetve az idősebb korúak szinte egy számon vannak. Ez azt jelenti egyébként, hogy most már minden korosztályban nagy az elhelyezkedési lehetőség. Közfoglalkoztatotti számok pedig folyamatosan csökkennek, hiszen ez a szám ugye volt bőven 43 ezer fő felett is. Ez is azt mutatja, hogy a közfoglalkoztatás valóban csak egy időleges állapot, innentől kezdve a szabad piac, illetve a munkavállalói lét az elsődleges célpont. Ezt a paktum értelmében célzott támogatásokkal kívánják megvalósítani. Ez lehet képzésre, lakhatásra, foglalkoztatásra, munkabérre vagy járulékra irányuló támogatás is, így a munkáltató és a munkavállaló is megkapja a szükséges segítséget. A fórumon elhangzott, a projekt legalább 6000 főnek biztosít segítséget a képzésben vagy a munkáltatásban. Ez a konzorciumi partnerek kölcsönös együttműködésével tud megvalósulni. Jelenleg 7 ilyen helyi partner van. A legfontosabb konzorciumi partnerünk a megyei kormányhivatal, annak is a munkaügyi főosztálya, és a munkaügyi főosztály kirendeltségeink keresztül valósítjuk meg a programot. Egyébként vannak helyi paktumok is, kisebb paktumszervezetek, amelyek ugyancsak helyi igényekre talán jobban reagálva, mint a megyei paktum tudnak segítséget adni, illetve a megyei paktum a megye egész területén illetékes, kivéve a megyei jogváros illetékességi területét, ott saját paktumszervezet működik, tehát bármely pontjáról a megyének közvetlenül is kereshetik a munkaadók, lendő munkáltatók a megyei paktumszervezetet, és igyekszünk az igényeket kielégíteni. Indultak már egyébként konkrét programok is, egy varrónői programról tudnék most említést tenni. Ezen kívül a feldolgozóiparban és egyre inkább az építőiparban van szükség a jól motivált munkaerőre, hangzott el a sajtótájékoztatón. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a paktum főösszege 2,6 milliárd forint. A megyében működő agrár- és élelmiszergazdaság versenyképességének javítása, valamint a régió népesség megtartó erejének a növelése a célja annak a megállapodásnak, amelyet Bakta Lóránd házán írtak alá. Az együttműködéssel a gyakorlatorientált agrárszakképzést is szeretnék előmozdítani. 2010 óta a gazdasági fejlődés egyik motorja a mezőgazdaság Magyarországon. Az agrár- és élelmiszergazdaság teljesítmény növekedésével párhuzamosan olyan munkaerőigény jelentkezik, amelynek következtében egyes területeken már munkaerőhiány tapasztalható országosan, így Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. A helyzet javítása érdekében a Földművelésügyi Minisztérium és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara keretmegállapodása nyomán együttműködési megállapodást írtak alá a megyében működő agrárszakképzéssel foglalkozó iskolák és gazdálkodó szervezetek Bakta Lóránd házán.
Az biztosítja majd, hogy azok a diákok, akik a megyebeli iskolában jó elméleti képzést kapnak, azok kint a terepen, kint a cégeknél, kint a földeken egy jó gyakorlati képzésben is részesülnek, így pedig remélhetőleg úgy hagyják el az iskolapadot, hogy egy felkészült és már egy-két éve szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberekként lépnek a munkaerőpiacra, ami hát biztos vagyok benne, hogy a fizetésben is megmutatkozik majd. Az egyik legnagyobb munkaerőhiánnyal küszködő terület a sütőipar. A mostani megállapodás ezen is segíthet. A sütőiparban Magyarország mintegy 3000 szakmunkás hiányzik, de az utóbbi időben nem csak a szakmunkások, hanem a kisegítő munkásoknak a hiánya is jelentősen érződik. A megyénk szerencsés helyzetben van, hiszen, mint a konferencián is elhangzott, rendelkezik a megyénk élelmiszeripari gyártó képzéssel, tehát ez mindenképpen úgy gondolom, hogy segíteni fogja a szakmának a helyzetét. Örömmel tapasztaltam azt, hogy a felnőtt képzés is beindul a sütőipar és a cukrászat területén, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ez a megállapodás aláírása jelentősen fogja javítani a szakmának a helyzetét. A megyei megállapodások megkötésével a partnerek nagy hangsúlyt fektetnek a duális képzés megerősítésére, a beiskolázások támogatására, a magas színvonalú felnőtt képzésre, valamint a végzett fiatal szakemberek munkaerőpiacon történő elhelyezkedésének elősegítésére. A legtöbb szakmában szinte 100%-os az elhelyezkedés, viszik a gazdasági szereplők, a nagyvállalkozások a itt végzett szakembereket, úgyhogy jelenleg nincsen elhelyezkedési probléma. Az agrárgazdaság szereplőinek bevonásával és a gyakorlatorientált agrárszakképzés megerősítésével a cél, hogy növeljék a megyében működő agrár- és élelmiszergazdasági tevékenységet folytató gazdasági szervezetek versenyképességét, valamint a régió népesség megtartó erejét. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nem csak nagy hagyománya van a mezőgazdaságnak, hanem napjainkban is meghatározó gazdasági terület. Így megfelelő munkahelyek teremtésével mindez elérhető cél. Ezekben az ágazatokban el lehet helyezni azokat a közfoglalkoztatásban résztvevő személyeket, és én egy nagyobb megbecsüléssel egy vállalkozásban letöltött munkaidőben keresett jövedelemmel a családok megélhetését jobban tudjuk biztosítani, és ez lehet a kulcskérdése annak, hogy a vidéken élők ne gondolkodjanak azon, hogy neki el kell hagyni ezt a térséget, mert ha el tudja tartani a családját, akkor mindenki ragaszkodik a született helyéhez. Az együttműködés most 17-en írták alá, a gazdálkodó szervezeteken túl a megye mind a négy agrárszakképzéssel foglalkozó iskolája is. A megállapodáshoz a térség agrárgazdasági szereplői folyamatosan csatlakozhatnak a jövőben. Református és evangélikus lelkészek emlékeztek meg a reformáció 500. évfordulójáról a Nyíregyházi Református templomban. A résztvevők a reformáció öröksége a magyarság számára címmel tudományos emlékülést is szerveztek hétfő délután. Áhítattal, igével kezdődött és imádsággal folytatódott a reformáció 500. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezés a Nyíregyházi Református templomban. A tudományos megemlékezés témája a reformáció öröksége a magyarok számára volt. A reformációra szinte már nem hagyományként, hanem egy gondolkodásmód elindulásaként tekintünk, hangzott el a rendezvényen. Egy gondolkodásmódnak az elindulása, amelyik nagyszerű megújulásokat hozott sok terén a társadalomnak, természetesen az egyházban is. Luther felismerései, amit Calvin János továbbvitt, az arra ösztönöz bennünket, hogy egy kegyetlen világban rátaláljunk a kegyelemre, egy nagyon hiszékeny, beeltethető világban arra az igaz hitre, amelyik tud tájékozódni a Szentíráson, amelyik könyv nem csak egy egyszerű könyvvallás, amelyik mondjuk gyűlöletre vagy ellenségképekre tanít bennünket, hanem aminek a szeretet a központja, és egy olyan megváltó után áhítozunk, amilyen Jézus Krisztus volt, aki nem az embert készítette ki, hanem az emberért adta oda magát. A reformáció 2017-es jubileuma arra keresi a választ, milyen szerepet játszanak a reformáció értékei a mai korban, illetve hogyan tudunk belőlük meríteni. A reformátor gondolkodás túlnyúlik a teológia határán, hiszen a 16. században Luther fellépése átalakította az európai vallást, megújítva a hitvilágát. Az egyházközösség a jubileumi év végéig számtalan programot szervez a megyében és az ország határon túl is. Egy csomó minden már mögöttünk van, rengeteg kiállítás, könyvbemutató, ünnepi rendezvény, megemlékezés, különböző találkozók vannak mögöttünk, konferenciák, amelyeken számba vettük ezt az örökséget, és még december 31-ig még a jubileumi év tart, úgyhogy addig még az eddig elkészült emlékművekhez, kopjafákhoz, táblákhoz,
más is fog adódni, ez határon túl is így van. Most a hétvégén például Rimaszombaton lesz egy református emlékmű átadása, hát ebbe a Kárpát-medence reformátussága is együtt mozdult, sőt a, mondhatom, hogy a protestantizmus, mert Erdélyben is nálunk is nagyon sok evangélikus református közös rendezvény volt, amelyik azt mutatja, hogy a protestáns egység, ha még külön felekezetekben is vagyunk, éppen ezt a gondolkodásmódot adja vissza, ezért tudunk egymás mellett nyugodt szívvel megállni és együtt lenni, mint itt Nyíregyházán is. A reformátori gondolkodásmód lehet segítség a 21. század kihívásainak kezeléséhez és talán megoldásaihoz is. A jubileumi év december 31-én lezárul, de a protestáns értékek útja tovább fog folytatódni, tette hozzá Fekete Károly püspök. Fontos, hogy minél többen visszaküldjék a napokban megérkező nemzeti konzultációs kérdőívet, hangsúlyozta Cerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Kemecsén. A Védjük meg Magyarországot fórum sorozat legutóbbi Szabolcs megyei állomásán az is elhangzott, az előző konzultáció alapján 1,7 millióan támogatták a kormány bevándorlással kapcsolatos nézeteit. Minél többen értenek egyet a kormánnyal, hogy védjük meg az országot, védjük meg magunkat, annál nagyobb erőt tudunk bemutatni Brüsszel felé, ahol bizony a vízfejű bürokraták egy része nem egészen azon a véleményen van, többek között a Soros úrnak köszönhetően, aki ráadásul magyar származású, mint mi, illetve a kormány. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy miniszterelnök úrnak, aki meg fogja vívni a harcot ugyanúgy, mint eddig Brüsszelben, hogy mekkora muníció van, mekkora meg van a háta mögött. 2.750.000 nyugdíjas kap a szokottnál nagyobb összeget novemberben, mondta Novák Katalin, az EMMI államtitkára. Idén először ad a kormány nyugdíjprémiumot, korábban a gazdaság teljesítménye nem tette ezt lehetővé. A törvény szerint csak a nyugdíjkorhatárt betöltöttek lennének jogosultak a prémiumra, a kormány azonban úgy döntött, mindenki megkapja a plusz összeget, aki nyugdíjszerű juttatásban részesül. A postások november 15-től viszik ki a szokásosnál magasabb nyugdíjat. Akik most novemberben nyugdíjat kapnak, háromféle összeget kapnak meg, megkapják a rendszeres nyugdíjukat, a megszokott összeget, de emellett megkapják a kiegészítő nyugdíjemelést, valamint a nyugdíjprémiumot is. Így mindenki, aki nyugdíjra jogosult, azt érezheti, hogy a szokottnál nagyobb összeg érkezik a számlájára. Idén is átadták a Prima díjakat, a térségben kiemelkedő munkát végző szakembereket idén már 12. alkalommal jutalmazta a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete. A zsűri 10 kategória jelöltjei közül választotta ki a három díjazottat. A megyeháza dísztermében ünnepi gála keretében díjazták a szellemi élet, a kultúra, a tudomány, a művészet és a sport megyei legjobbjait. A 12. alkalommal kiosztott Prima díjak célja, hogy megőrizzék a magyar értelmiség és szellem helyi eredményeit, erősítsék a kisebb társadalmi egységek összetartozását és elősegítsék fejlődésüket. Rendkívül sok tehetséges ember él itt a megyében is. Minden megyében, de a mi megyénkben is, hál' Istennek. És nem kerülnek mindig kellőképpen elismerésre ezek a tehetségek, nem kerülnek úgymond reflektorfénybe, és ez a célja, ahogy elmondtam a beszédemben is, a Prima díjaknak, átadásának, hogy azokat az embereket, akik hosszú évek, évtizedek óta itt alkotnak, és kiemelkedőt alkottak, elismerjük a munkásságukat. A közönség előtt bemutassuk őket, a tevékenységüket. A Prima díj elsősorban a fiatalok számára üzenetértékkel is bír. Példaképek köztünk vannak. Ez lehet a pékmester, a szállítmányozó, az egyetemi tanár, a festőművész, vagy bárki. De itt vannak. És mi vagyunk olyan gazdagok, hogy a saját példaképeinket a saját környezetünkből válasszuk ki. A megyei Prima díjakat a zsűri ezúttal is 10 kategória jelöltjei közül választotta ki. Közülük végül 3-an kaptak elismerést. Magyar építészet és építőművészet kategóriában Nagy Lucskai László épületgépészt, magyar zeneművészet kategóriában Boronkai Ferencnét, a Filharmónia koncertek szervezőjét, magyar sajtó kategóriában Kéri Péter operatőr rendezőt díjazták. Ez a Prima díj ez országosan is, és nyilván a megyében is a legrangosabb díjak közé tartozik. És hát végül is az elmúlt több mint 30 éves munkásságomat tulajdonképpen jutalmazták ezzel a díjjal. És hát remélem, hogy az elkövetkezendő időben még, bár nyugdíjas vagyok, de még tudok csinálni jó néhány alkotást, ami úgy gondolom, hogy mindenkinek a lelkére, az eszére, az esztétikai érzékére hat,
hasson, és ezek megmaradnak mindörökre. A külön díjat magyar irodalom kategóriában Nagy Zsuka kapta. A Nyíregyházi önkormányzat külön díját Istvánovics Eszter régész, a megyei önkormányzatét Szepesi Béla grafikus művész vette át. A Prima díj kiosztón a Vállalkozók Országos Szövetsége és megyei szervezete az év megyei vállalkozóit is kitüntette. Így díjazták az év informatikai webáruház üzemeltető, gyermektanula és gyermektábor üzemeltető, agrár, nyomtatástechnikai, digitális fotószolgáltató vállalkozását és utazási irodáját is. Ákházi Gyulát, a Nyírség Ruházati Szövetkezet egykori elnökét pedig életműdíjjal jutalmazták. Három ponttal tért haza Gyuláról a Kisvárda. Kondás Elemér csapata Vári Barnabás góljaival 2-0-ra nyert a Szeged 2011 együttes ellen a labdarúgó MB2 17. fordulójában. A Kisvárda így magabiztos győzelemmel hangolódhat a hétvégi éllovas MTK elleni rangadóra. Az elmúlt szezonban a Kisvárda és a Szeged MB2-es randevúja nem hozott gólgazdag találkozókat. Kisvárdán 1-0-ás hazai siker született, míg Gyulán 1-1-es döntetlen után pontosztoszkodással zártak a felek. Idén sem mehettek biztosra a várdaiak, hiába tanyázott a tabella alsó harmadában a Szeged, Subka Attilával az élen tavalyhoz képest még masszívabbá vált az együttes. Kondás Elemér több változást is eszközölt a múlt heti Kazincz Barcika elleni döntetlent követően a kezdőfelállásban. Sárgalapos eltiltása után Oltán, sérülése után pedig Vári Barnabás is az első perctől ott lehetett a pályán, míg Dielceg és Horváth Zoltán csak a padon kezdett, csak úgy, mint a Szeged elleni legutóbbi két mérkőzésen egyaránt gólszerző Gosztonyi András is. A mérkőzés elején a Szeged próbálta magához ragadni a kezdeményezést, Szabó Péter kósza próbálkozásai azonban veszélytelenek voltak zöldesi kapujára. A félidő lefújása előtt azonban a várdaiak fújhattak egy nagyot, hiszen előnnyel vonulhattak pihenőre a két kezdő csapatba visszakerült játékosnak köszönhetően. Oltán kapott jobb szélen labdát Misistől, beadása Vári fejét találta meg, ő meg a labda kapuba vezető útját. A második félidő elején folytatta az offenzívát a Kisvárda, a támadásokat pedig gól koronázta. Illics jól ugratta ki Várit, akinek nem remegett meg a lába, és a kilépő Szántai felett a kapuba emelt. A hajrában zöldesének is akadt dolga, előbb egy 19 méterről leadott löketet hatástalanított lábbal, majd Beke 16 méteres lövése sem okozott neki gondot. A Kisvárda magabiztosan őrizte előnyét, és végül 2-0-ra nyerte a mérkőzést. Győzelmével már 40 ponttal áll a második helyen Kondás Elemér együttese, 11 ponttal előzi meg a harmadik Vácot, és 3 pont a hátránya a hétvégi ellenfele az éllovas MTK-val szemben. A Nyíregyháza Spartacus is győzelemmel zárta hétvégi hazai mérkőzését a labdarúgó MB2-ben. A Sparinál kiszakadt a gólzsák, Kártik, Pekár, Kesztyűs és Csilus góljaival 4-1-es győzelmet arattak a Békés Csaba ellen. A Nyíregyháza győzelmével 26 ponttal a 6. helyet foglalja el a tabellán. Híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. 2,6 milliárd forintos forrás segíti a foglalkoztatási ráta növelését. A foglalkoztatási együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elnevezésű paktunk célja, hogy visszaszorítsa a munkaerő elvándorlását és tovább növelje a jelenlegi 56,4%-os foglalkoztatási rátát a megyében. Ennek érdekében egy partnerhálózatot építenek ki, amelynek jelenleg 7 helyi tagja van. Az eddigi eredményekről és a foglalkoztatási lehetőségekről tartottak fórumot hétfő délelőtt Nyíregyházán. A megyében működő agrár- és élelmiszergazdaság versenyképességének a javítása, valamint a régió népesség megtartó erejének a növelése a célja, annak a megállapodásnak, amelyet Baktalórádházán írtak alá. Az együttműködéssel a gyakorlatorientált agrárszakképzést is kívánják előmozdítani. Református és evangélikus lelkészek emlékeztek meg a reformáció 500. évfordulójáról a Nyíregyházi Református templomban. A résztvevők a Reformáció öröksége a magyarság számára címmel tudományos emlékülést is szerveztek hétfő délután. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták november 13-án hétfőn. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Holnap változóan felhős időre számíthatunk. Kedd estig a Kárpát-medence fölé továbbra is hideg, eleinte nedves, majd szárazabb léghullámok érkeznek. Az előttünk álló éjszaka erősen felhős vagy borult lesz az ég. Többfelé várható eső, zápor, éjjel a hegyekben havas eső, hó sem kizárt. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik. Reggelre általában 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd csökken a felhőzet, csapadék nem valószínű. Az északi szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Délutánra 8 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. A hét közepén az északi területeken még hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Másút jobbára erősen felhős lesz az ég, néhol kisebb eső előfordulhat. A hét utolsó napjaiban már mindenütt megnövekszik a felhőzet, beborul az ég, elszórtan lehet eső, zápor. Éjszakánként sokfelé süllyed fagypont alá a hőmérséklet. Napközben többnyire 10-11 fok alatt alakulnak a csúcsértékek.